az EW7W2682E típus jelzésű Electrolux mosószárítógép 60 cm széles, az ajtó fogantyúját is beleszámolva 60 cm a mélysége és 85 cm a standard magassága. A készülék A energiaosztályú mosásnál, illetve ha mosunk és szárítunk, akkor D kategóriás besorolást kapott. Ez azt jelenti, hogy mosásnál 100 ciklus alatt összesen 42 kWh áramot használ, ha mosunk és szárítunk együtt, akkor pedig 100 ciklus alatt 265 kWh az energiafogyasztása. 8 kilót képes mosni, 5 kilót képes egyszerre szárítani a készülék. Mosásonként 42, mosás-szárításonként együtt pedig 62 literes vízfogyasztással rendelkezik a készülék, és 76 decibel a zajszintje, ez ugye a maximális centrifuga fordulatszám használata mellett értendő. Ha megnézzük a kezelőfelületét, középső gombbal tudjuk bekapcsolni a készüléket, és akkor már a forgókapcsolós program választóval ki tudjuk választani a betett ruha anyagának megfelelő programot. Ezek között megtalálható a Quicker program, ez 69 perc alatt 5 kg pamut, illetve kevert szálas anyagot képes válogatás nélkül kimosni. Emellett benne van a 40-60 fokos energiatakarékos program, pamut, szintetikus, illetve kímélő program, van gyapjú vagy kézimosást helyettesítő program, tudunk a készülékkel önállóan centrizni, ezen kívül van áztatásra lehetőség, van benne egy belső géptisztító program is, van egy önálló gőzprogram, ami ruhafelfrissítésre, gyűrődésmentesítésre szolgál, emellett pedig van farmer, kültéri sportruházatnak megfelelő program, van egy hygiene, tehát egy fertőtlenítő program, ami gőzfunkcióval ér véget, illetve van benne egy gyors mosás, illetve mosás és szárítási lehetőség. Itt 1 kg ruhát képes 20 perc alatt kimosni, vagy pedig ugyanezt az 1 kg ruhát 60 perc alatt kimosni és megszárítani. Bármelyik programot, ha kiválasztjuk, ugye a kijelzőn, illetve a ledek világításával a programhoz tartozó paraméterek látszanak. Ugye itt be tudjuk állítani a kijelző alatt lévő érintőpanel segítségével a használni kívánt mosási hőmérsékletet. 9, 60, 40, 30, 20 vagy hidegvizes mosásra van lehetőség. Kijelzőn látható a centrifuga fordulatszám, itt ugye 1600-as ennél a készüléknél a maximális, ezt 200-asával tudjuk csökkenteni, egészen le tudjuk venni 400-ig, az alatt ki is lehet iktatni, hogy ne centrizzen a program végén, vagy pedig egy öblítő stoppal fejezze be a mosást a készülék. Látjuk ugye a program időt is, ez jelen esetben ennél a Pound programnál 2 óra 11 perc alatt fut le, de a program rövidítésre is van lehetőség, ezt 5 lépcsőben tudjuk csökkenteni, ha kevésbé szennyezett ruhát mosunk, akkor akár 54 perc alatt képes ezt nekünk befejezni ezt a programot. Ugyanazokkal a ciklusokkal fejeződik be a program, csak a fázisokat fogja hamarabb befejezni, tehát ezért lesz lényegesen rövidebb a programidő. Az alapprogramot ki tudjuk még egészíteni egyébként előmosással is, hogyha erősen szennyezett ruhákról van szó, illetve ugyanezen érintő panel hosszantartó nyomvatartásával plusz öblítés is rendelhető az alapprogramhoz, tehát az öblítések számát fogja egyel növelni a készülék. Lehet késletetni az indítást, ezt egy órás ugrásokkal tetszés szerint el tudjuk tolni 23 órával előre. A mód érintő panel segítségével tudjuk kiválasztani azt, hogy csak mosni szeretnénk, mosni és szárítani, vagy csak szárítani. Ennek megfelelően fog ugye végbe menni a program. Szárításnál be tudjuk állítani azt, hogy milyen végeredményt szeretnénk kapni. Ugye van a vasalás száraz, szekrény száraz vagy az extra száraz végeredmény, illetve idővezérelt szárításra is van lehetőség. Itt 5 perces ugrásokkal meg tudjuk határozni, hogy hány perc alatt szeretnénk, hogy befejezze a készülék magát a szárítási fázis. Arra kell figyelni, hogy minél rövidebb az idő, annál magasabb hőfokon dolgozik, tehát kényes textíliát lehetőség szerint nagyon rövid idő mellett ne mossunk, illetve szárítsunk, mert hogy akkor összemehet a ruha. A készülék Pullmark Blue besorolás kapott, ez azt jelenti, hogy nem csak energiahatékonyan, de rendkívül kíméletesen kezeli a gyapjú anyagot. A készülék alsó részébe kapott helyet a szűrő, ami bizonyos időközönként célszerű tisztítani, egyszerűen kitekerjük, kivesszük, a benne lévő szennyeződést eltávolítjuk, és visszatekerve tudjuk folytatni magát a mosást vagy mosás szárítást. A készülék egy nagyméretű betöltőnyílás kapott, mögötte található ugye az a textil kímélő dob, amiben a 8 kg ruhát
mosásnál bele tudjuk helyezni. Ugye a textil kímélő dobnak az a lényege, egy újfajta dobkialakítás kapott, ilyen párnaszerű domborulatok láthatók a dob belső falán, ezáltal a ruha az nem egy sima felületen csúszik le, hanem ezeken a kis domborulatokon fog szépen lecsúszni, illetve ahogy dobálja a dob, benne forogni a ruha, nem fog annyira kifényesedni, hiszen kisebb felülettel érintkezik ugye a csúszás során. A párnaszerű domborulatok körül pedig sokkal apróbbak a dobfalán lévő lyukak, ennek köszönhetően egy magas centrifuga fordulatszám mellett, ha feltapad a dobfalára a ruha, nem tud kitüremkedni ezeken a lyukakon, ennek köszönhetően nem fog megnyúlni a textília. A készülék invertermotoros, az ilyen típusú motorral gyártó 10 év garanciát ad, csak regisztrálni kell az electrolux.hu internetes oldalon a készülék vásárlását. A mosószeradagoló tartály a kezelőfelület bal oldalán helyezkedik el három rekesszel, előmosás, főmosás, illetve az öblítőszernek van kialakítva egy önálló rekesz. A mosószeradagolót ki tudjuk venni, nagyon könnyen, egyszerűen tudjuk tisztítani, illetve ez a fajta mosószeradagoló tudja kezelni mind a poralapú, mind pedig a folyékony mosószert is. Ha mosóport teszünk bele, akkor ennek a lamellának jelenállásban látható pozícióba kell maradnia. Ha folyékony teszünk bele, akkor le kell hajtani ezt a lamellát, hogy ne folyjon ki idő előtt a tisztítószer a tartályból. Electrolux mosószárítógép 8 kg mosási, 5 kg szárítási kapacitással, 1600-as maximális centrifuga fordulatszámmal, 69 perces quicker programmal, illetve gőzfrissítő programmal.